Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Az interneten már hozzáférhető jobbikos kiadványban a társasági adóról megjelentekre reagált tegnapi sajtótájékoztatóján dr. Áldozó Tamás polgármester, a Fidesz helyi elnöke, aki hangsúlyozta, ha a Jobbik elképzelése megvalósul, a pápai családok több mint 217 millió forint támogatástól esnek el 2018-ra vonatkozóan. A pápai emberek érdekképviselete miatt reagált dr. Áldozó Tamás a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjének TAO-val kapcsolatos megnyilatkozására, mely szerint a Jobbik terveiben a társasági adó mostani rendszerének eltörlése áll, és az, hogy a TAO-t közhasznú beruházásokra fogják felhasználni. A társasági adóból pápára érkező pénzek ma egyetlen egy dolgot finanszíroznak, ez pedig a látvány sportágak utánpótlásának a nevelését, tehát az utánpótlás nevelés feltételrendszerének a megteremtését. Ez alatt pedig kell érteni a gyerekek számára szerelésvásárlást, a játékvezető kifizetését, a sportorvosnak a díját, az edzőknek a díját, illetve annak az infrastruktúrának a fenntartását, ahol ezek a gyerekek sportolni tudnak. Ilyen a sportcsarnok, például bérleti díjat kell fizetni, ilyen a Peru stadion, ami a város tulajdonában van is, amit bérleti díjat fizetnek, de ilyennek azok a helyek is, ahol kézilabdáznak. A társasági adóra 2018-ban a pápai egyesületek, a PELC, a Pápai Vasas Sport Egyesület, a Kilián Diák Sport Egyesület és a Pápai Kosárlabda Klub több mint 217 millió forint értékben nyújtott be igényt. Ekkora összeget gyűjthetnek össze gazdasági társaságoktól, vállalkozásoktól. Abban az esetben, hogyha a Töreki Milán fenyegetőzésre beválik, akkor a pápai családokat és az ezekben az egyesületekben sportoló közel 500 fiatalt, ez az óvodástól egészen 18-19 éves korosztályig tart, pontosan 217.028.783 forint lehetőségtől fosztja meg. A mi álláspontunk továbbra is az, hogy ezeknek a gyerekeknek a sportpályákon és a tornacsarnokokban a helyük, ezeknek a gyerekeknek az a dolguk, hogy ezekben a csapatsportágokban formálódjon a jellemük, erősödjenek és váljanak egészséges felnőtté itt Magyarországon. A társasági adóból támogatható még a színházi kultúra közvetítése is. Az önkormányzat és a Pegazus Színház között már tárgyalások folynak arról, hogy a helyi társulat ki tudja használni ezt a lehetőséget, mondta el dr. Áldozó Tamás. Ha Töreki Milán várakozásai beválnak, ígéretét teljesíti, és ők el fogják törölni a társasági adó mai formáját, akkor ezzel azt a pápán is több száz bérletes óvodást fogják nehezebb helyzetbe hozni, illetve az ő családjaikat, akik kénytelenek lesznek az előadások teljes költségét a családi büdzséből kifizetni, és nem lesz még lehetőség arra, hogy gazdasági társaságok, vállalkozások ezeket a költségeket mérsékeljék, és esetleg olyan gyerekekhez is eljutassák a bábszínház élményt, akinek a családja saját zsebből ezt nem engedheti meg magának. Áldozó Tamás arra kérte a pápaiakat, hogy majd figyeljenek arra, hogy olyan jelöltet válasszanak, aki nem lehetőséget akar megvonni a pápai családoktól, hanem újabb lehetőségeket kíván teremteni a számukra. Pro Publico díjat kapott Mátyus Aliz. A Pápai Művelődés Történeti Társaság alelnöke, a Szélesvíz főszerkesztője a társaság ülésén vehette át az elismerést Áldozó Tamás polgármestertől. Az alkalmon bemutatták a Művelődés Történeti Társaság kiadványát, mely többek közt az alakuló helyi népfőiskola terveit, lehetőségeit ismerteti. Mátyus Aliz pápa kulturális életének fontos alakja, mind a Szélesvíz főszerkesztőjeként, mind a Pápai Művelődés Történeti Társaság alelnökeként, s most a népfőiskola szervezéséből is alaposan kiveszi a részét, mondta Áldozó Tamás polgármester. Nekem meggyőződésem, hogy ez a Szélesvíz, ez kifejezi azt a gazdagodást és azt a hozzáadott értéket, amit Mátyus Aliz jelentett itt ebben a kulturális közéletben az elmúlt években. Ugyanakkor azt is látom, hogy az a vállalás, ami miatt most is itt vagyunk, azért az a Szélesvíznél egy nagyobb léptékű, messzebbre vezető. Az intézmény alapítás az mindig izgalmas, az egyben közösség alapítás is, egy valaminek az újraértelmezése. És én ehhez is kívánok legalább annyi
erőt, meg tapasztalást, amennyi a széles víznél már, megtapasztaltuk. Megköszönve Mátyus Alíz eddigi tevékenységét, és biztatva a további munkához. E szavakkal adta át a ProPublico díjat Áldozó Tamás polgármester az író-szociológus főszerkesztőnek. A Művelődés Történeti Társaság ülése adta a tökéletes alkalmat az elismerés átadására, hisz a közösség régóta dolgozik azon, hogy a város hagyományait, művészeti, kulturális és tudományos értékeit megőrizze, átörökítse, s erre nagyon jó lehetőség a helyi népfőiskola létrehozása. Jelenleg, amikor egyre nehezebb közösségeket létrehozni, egyre nehezebb megszólítani az embereket, van igény és van feladata egy népfőiskolának, hogy mindezeket elérje itt a városban és a térségében is. A Pápai Művelődés Történeti Társaság egy kiadványt is megjelentetett, melyben az olvasó áttekintheti a város értékeit, valamint a népfőiskola terveit is. Ezzel én azt gondolom, hogy először is inspirálni lehet embereket arra, hogy ki elkezdjen álmodni arról, hogy ő mit gondolna megvalósítani. A népfőiskolát most szervezi a Művelődés Történeti Társaság, székhelye majd a Pedagógus Művelődési Ház lesz. Március 20-án, Kossuth Lajos halálának emléknapján koszorúzott az elsősorban pápai városbarát egylet. Délelőtt az áruház melletti Kossuth szobornál, majd a Kossuth utca végén található emléktáblánál helyezték el a tisztelet és emlékezés koszorúit. Tavaly határozta el az elsősorban pápai városbarát egylet, hogy minden évben megemlékeznek Kossuth Lajosról, akit 1887-ben pápa város díszpolgárává is megválasztottak. Amikor a Kossuth emlékprojektünk nekünk zajlott, és amikor tavaly ősszel véget ért, és felavattuk a Kossuth utca végén a tansütő falán lévő emléktáblát Zsupán István művésztanár úrnak a szép alkotásával, akkor mi azt fogadtuk meg, és azt ígértük meg, hogy amikor az esztendők folyamán Kossuth Lajossal kapcsolatos évfordulók közelítenek, vagy vannak, tehát születési vagy halálozási évforduló, akkor mi mindig emlékkoszorúval, nemzeti színű szallaggal ellátott koszorúval fogjuk ezeket az emlékjeleket, mind a Kossuth szobrot, mind pedig ezt az új emléktáblát ellátni. Úgyhogy ezen a mai napon, ugye Kossuth Lajosnak a halálozási évforduló napja van, 1894. március 20-án hunyt el Turinban, a turini remete, Magyarország néhai kormányzó elnöke, pápa város egykori díszpolgára. Tehát ennek a mai emléknapnak az aktualitásaként hoztunk egy koszorút ide a Kossuth szoborhoz és a már említett emléktáblához. Kossuth Lajos a szabad Magyarország ügye iránt elkötelezett politika szimbólumává vált. Magyarországon neki van a legtöbb szobra, szinte minden magyar településen közterületek viselik a nevét, kultusza mind a mai napig élő, fogalmazott Kerecsényi Zoltán. Pápa városa az elsők között csatlakozott azokhoz a szimbolikus kezdeményezésekhez, hát mondhatni, hogy szimbolikus kezdeményezéseket, amelyek Kossuth Lajosnak, az emigrációban élő nagy államférfinek a visszahonosításával kapcsolatosan voltak, és szinte elsőként, 1887-ben a magyarországi települések közül elsőként választották őt díszpolgárrá, itt pápán, majd pedig 1892-ben avatják fel az egykori Szél utcát, Kossuth utcaként nevezik el akkor. Tehát ez is egy szimbolikus és elsőként, az elsők között lévő kezdeményezés volt ezen a környéken. Aztán követtek bennünket a díszpolgárságban, az utcaelnevezésben, a veszprémiek például, vagy a sümegiek, ha jól tudom. Tehát büszkének kell nekünk erre lenni. A pápai megemlékezést követően a városbarát egylet a közeljövőben Ihászon, Nagydémen, Bakony Tamásiban, Gecsén és Bakonyságon is koszorút helyez majd el a Kossuth emlékjeleknél. Az országos középiskolai művészeti tanulmányi versenyt két évente szervezik meg. A művészeti OKTV-n a pápai refis táncosok is ismét ott lesznek. A növendékek rendszerint szép eredménnyel térnek haza a megmérettetésről, idén is sokat készültek a versenyre. Az OKTV most hétvégén lesz, a főpróba a színház épületben volt.
Az országos művészeti tanulmányi versenyre készülődve a refisek mindig tartanak nyilvános főpróbát, hisz a táncosok ezzel is szokják a közönséget. A megmérettetés kétfordulós, az iskolai előválogató után jutnak be a diákok az országos döntőbe. Idén ez Nyíregyházán lesz. A tanulmányi verseny nagyon fontos, ugyanolyan tanulmányi verseny, mint a közismereti tantárgyaknál. Tulajdonképpen a diákokkal megbeszéljük, hogy mi az a tananyag, amivel ők készülnek, és nyilván a minisztérium is előír egy kötelező anyagot, amiből fel kell készülni. Ez lesz a harmadik OKTV, amin részt vesznek a pápaiak. 10 produkciót nevezett a Refis szakgimnázium. A főpróba kiváló alkalom volt arra, hogy a diákok viseletben előadják kötelező és szabadon választott anyagaikat. Müller Anita elmondta, elégedett a teljesítményükkel, de szeretné, ha a versenyen lelkesebbek lennének a táncosok. Még nem kellően töltöttek fel adrenalinnal, meg kell tudni átváltani minden egyes napi 24 órát erre a felkészülésre, és ez akkor fog megtörténni, amikor látom a tüzet és az őrületet a szemükben, hogy most már csak ez létezik, és csak ez van. Most még ez a mai napon nem győzött meg arról, hogy ez a tűz bennük van. Nagyon szépen megcsináltak mindent, amit kértünk tőlük. Nyilván tévesztések voltak, lesznek is. Ezt is meg kell tanulniuk kezelni ott a színpadon. A művészeti OKTV ezen a hétvégén lesz. Március 23-án és 24-én mérik össze tudásukat a táncosok. Szent Patrik napot tartottak tegnap a Tarci iskolában. Az intézményben két tannyelvű tagozat is működik, mely keretében a diákok az angol száz országok kultúrájával is megismerkednek, ezért emlékeznek meg minden évben az írek védőszentjének, Szent Patriknak napjáról. A hagyományoknak megfelelően zöldbe öltözik Szent Patrik napjára a Tarci iskola. A játékos délutánra a gyerekek és a pedagógusok is zöld színű ruhát öltenek, és az írek védőszentjéhez köthető szimbólumokon is visszaköszön ez a szín. A zöld színnek ugye fontos szerepe van ezen a napon, nyilván mindenki tudja, hogy ez a szerencse színe, aki zöldet visel, annak szerencsét fog hozni, és hát ugye ha belegondolunk, hogy Írország a maga gyönyörű zöldjeivel, ugye tulajdonképpen maga szimbolizálja ezt a színt, meg a tavasznak tulajdonképpen a színe. Játékos programokon vehettek részt a két tannyelvű tagozat alsós tanulói. Volt számukra memóriajáték, kirakó és különféle feladatokat is teljesíthettek. A harmadik, negyedik osztályban versenyt hirdettünk, meg előzetes ismeretanyag alapján a gyerekek különböző feladatokat fognak kapni, és azt kell nekik megoldani, csoportokba fognak dolgozni. Az első három helyzetet oklevéllel fogják díjazni. Az első-második osztálynak pedig itt lent mindenféle érdekes feladatot fogunk adni. Lesz puzzle, kirakó, memóriajáték, aztán pénzdobálós, tehát nagyon, ami a kézügyességüket és a fantáziájukat megmozgathatja. Szent Patrik napjához kapcsolódóan a harmadik E-osztályosok adtak műsort diáktársaiknak az aulában. Játékos sportfoglalkozásra invitálták hétfő délelőtt az óvisokat a Vörös Sándor általános iskolába. Hagyomány az intézményben, hogy a Szivárvány óvoda nagycsoportosai egy rendhagyó testnevelés órán vesznek részt a tornateremben, ahol érdekes feladatok várják őket. Ezúttal játékok, váltó és sportversenyek tették próbára a kicsik ügyességét. A Pápai Vörös Sándor általános iskolában a drámapedagógián alapuló jó gyakorlat és az ökoiskolai tevékenység mellett fontos szerep jut a testnevelésnek is, hisz számos mozgásos szakkör várja a gyerekeket. Az iskolának ezen oldalát népszerűsítik a nagycsoportos óvodások számára szervezett játékos sportfoglalkozások. Környező óvodákból többször is átjönnek hozzánk a gyerekek. Úgy vettük észre, hogy ezeket a sportos foglalkozásokat nagyon szeretik, hiszen a tornaterem tágassága nagyon kedvező a számukra is, és ezek a foglalkozások is ápolják a kapcsolatot, ahogy említettem, illetve kedvet csinálnak a gyerekeknek, hogy esetleg ezt az iskolát válasszák tanulmányaik helyszínéül. A Szivárvány óvoda nagycsoportosai vettek részt a foglalkozáson, ahol többek közt fogócskák, ügyességi feladatok várták a gyerekeket.
Az elmúlt években Nagy Géza kollégám akadálypályát szokott készíteni a gyerekeknek. Most egy új személy fogadta a nagycsoportosokat, Matyókné Erdős Tímea. Ő lesz az egyik elsős osztályunk osztálytanítója, és ma ő készült sportos feladatokkal, játékokkal, sor- és váltóversenyekkel a gyerekeknek. Az ovisoknak a Vörös több programot is szervez, például ovisuliba várják az intézmény iránt érdeklődőket. Ennek első alkalma március 22-én csütörtökön 16 óra 30-kor kezdődik. Szárazabb és enyhébb napok jönnek, részletek az időjárás jelentésben. Szerdán kisebb havazás a déli megyékben még előfordulhat, este pedig a középső tájakon alakulhatnak ki hózáporok. Az északi szél sok felé lesz élénk, nyugaton viharos széllökések is lehetnek. A hajnal fagyos marad, délutára viszont már fagypont fölé 1-6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink. Nézzék holnap is a híradót, mi várjuk Önöket. Viszontlátásra!